Először is én, mint Namíbiai Köztársaság magyarországi misszió vezetője, ez egy nagyon érdekes téma, és egy nagyon fontos a világban. Az annyit kell tudni, hogy amit az alapítvány kezdeményezett, az Namíbiában nem csak most, hanem már nagyon régen. Namíbia egy friss ország, 30 éve létezik, és a alkotmányában a környezetvédelem bele van foglalva. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És nyilvánvalóan a mai világunkban, ebben a szép globális világban, amikor látjuk azt, hogy most például kint 20 fok van, és ebben a november majdnem közepe van, nagyon fontos az, hogy ezt a világunkat miként tudjuk fenntartani, és miként tudjuk úgymond ápolni az, hogy egyáltalán ez a földünk megmaradjon számunkra. Én nem szívesen élnék a Holdon, se a Marson, megmondom nagyon őszintén. Én itt a Földön szeretnék úgy élni, hogy a gyerekeink is, meg az unokáink is megéljék. És valóban a környezetvédelem és a fenntartatósághoz egy tudatosság kell. Ezt a tudatosságot sajnos mindenképpen tanítani kell. A mai világban az emberek nagyon nehezen szoknak bizonyos dolgokhoz hozzá, például az, hogy a szemetet annak idején hogy gyűjtsük, hogy külön a nejlon, külön a papír, a fém. Én azt hiszem, ehhez egy nagyon-nagyon komoly szakmai háttér kell, tehát ezért egy ilyen alapítvány, mint az Imro Alapítvány, erre nagyon sok ilyen alapítványra van szükségünk, aki nem csak itthon, ahogy látom, hanem külföldön is tulajdonképpen tevékenykedik. Én mindenképpen, mint a saját országom, Namíbiai Köztársaság nevében csak azt tudom mondani, hogy nagyon örömmel veszem én is föl velük a kapcsolatot, és a jövőben egy együttműködést felajánlani. A másik pedig az örömmel látom, hogy a Okos Város, ez is benne van az alapítványnak a napi rendjén. Hát Okos Várost azt csak mi tudunk csinálni, az helyettünk senki nem fog, viszont ma egyre jobban a mai fiatalok, persze én is fiatalnak érzem magam, hozzá kell tennem, de nyilván a mai fiatalok, akiknek a kezében a számítógép, a telefon, ma már ezzel nagyon-nagyon sok mindent jót lehet csinálni. Ennek vannak káros, de vannak nagyon-nagyon sok pozitív előnye, és én azt látom, hogy mi egy picit még ebbe hátrá vagyunk, mint Magyarország is, de ahogy látom, hogy ezek a kezdeményezések, mint az Imro Alapítványnak is, ez egyre jobban fog fejlődni az országban, és én azt hiszem, hogy a kormányunk is ebben nagyon sok mindent tesz, hogy a Okos Város, például a fővárosnál is el fog indulni, úgy hallottam, egy kezdeményezés. Ezért egyet tudok mondani, hogy rajta kell lenni, a fenntartatóság az csak tőlünk függ, nem mástól, és a fiatalokat kell főleg arra nevelnünk, az oktatás ebbe az egyik legfontosabb alapja annak, hogy a jövőben úgymond mi tudjuk kezünkbe venni a világot, és ne a világ harapjon, úgymond faljon fel bennünket. Tehát hajrá! Én ezt nagyon jónak találom, és nagyon bízom benne, hogy ez az alapítvány nagyon sikeres lesz, és mondom, én minden segítséget meg fogok adni, hogy együtt is tudjunk működni. Nekem személy szerint van egy European Diplomacy and Economics magazin, amit mi Bécsben jelentettünk meg, ami nagyon nagy teret ad ennek a ilyen alapítványnak. Nemrég volt Prágában egy nagyon nagy kiállítás, a Okos Városok és a Jövő. Hát én majd a urakkal erről itten beszélni is fogok, mert hihetetlen dolgok, amik a jövőben létre fognak jönni, és ez mind pont a fenntartatóság jegyében kell, hogy elinduljon.